Magabiztos győzelemmel kezdte az új idényt a Magyar Kanizsai Női Labdarúgó Klub. A kékfehérek ugyanis az első liga 2018-2019-es idényének nyitó fordulójában hazai pályán 3-0-ra verték a szinte végig csak a védekezéssel törődő leszkováci csapatot. Ide most az a gól, ajde! Tarts, hogy tépen! Ajde, mi van? A tiszamenti együttes a 8. percben Vas Noémi góljával szerzett vezetést, majd a 66. percben Knezsevics Milana baloldali akciója után Balázs Bettina duplázta meg a délvidéki csapat előnyét. 2 perccel a rendes játékidő letelte előtt Knezsevics Milana büntetőből állította be a 3-0-ás végeredményt. Kicsit nyögvenyen elősen indultunk az első fél időben, de aztán hamar magunkra találtunk a lányokkal, és utána végig szerintem uraltuk a meccset, szinte az ellenfélnek helyzetese volt. Úgyhogy nagyon hosszú felkészülésen vagyunk, ilyen erős felkészülésünk még nem is volt a csapattal, úgyhogy bízom benne, hogy ilyen jó lesz a folytatás is. Mivel nagyon sok az új lány a csapatban, ezért kellett egy ilyen hosszú felkészülést csinálnunk, és egy olyan felkészülést, ahol minden nap együtt vagyunk a lányokkal. Július 16-án kezdtük meg a felkészülést. Egy hetet voltunk itt Kanizsán, napi 2 edzéssel csináltuk a felkészülést. Utána indultunk egy hosszabb túrára. Játszottunk 9 barátságos mérkőzést, voltunk Vrnyacskabanyán, Crnogórába játszottunk a crnogórai bajnok ellen. Utána voltunk Boszniába, Szarajevói bajnok ellen játszottunk, majd Jahorinán folytattuk a felkészülést, utána pedig itthon fejeztük be.